A középkori templomok útjaprogram több ütemben valósult meg, amelynek keretében a megyében és a határokon túl összesen 65 templom újult meg. A program célja, hogy az épített örökségre alapozva turisztikai útvonalakat kínáljon, ezzel is növelve a térségbe érkező turisták számát. Összesen 65 templom került felfűzésre erre a tematikus útvonalra, ami én konkrétan gyöngysornak szoktam nevezni, és ezek a templomok, minden egyes templom egy gyöngyszám ezen a gyöngysoron, illetve most a harmadik ütem végén egy plusz forrás keretében sikerült ugye a médiát is bevonni, országos médiának szervezünk study tourt. A Magyar Turizmus Zrt. Munkatársa a konferencián elmondta, az elmúlt években folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban, amely újabb lehetőségeket kínál a térség számára. Egyre többen részesítik előnyben a vallási vagy történelmi emlékhelyek meglátogatását. Egy friss felmérés szerint a vallási turizmus részesedése 20-30% között van. Ez is bizonyítja a középkori templomok útja program létjogosultságát. Most annak vagyunk tanúi, hogy az elmúlt években rengeteg olyan térség is bekapcsolódik a turizmusba, ahol korábban ennek lehetett hagyománya, de nyilván sokkal kisebb mértékű volt, és pontosan ezért van nagy potenciál ebben a megyében is, és ebben a térségben is. A turizmusunk olyan szinten kiugróan jól teljesített, hogy a tavalyi évben a 9 turisztikai régió közül az észak-alföldi régió dobogós helyen volt, a dél-alföld és észak-magyarország után harmadik helyen szerepeltünk. A Szabolcs községben megrendezett konferencián a sajtóképviselőinek mutatták be a határon átnyúló turisztikai programot, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak a megye értékeit bemutató túraútvonalak. A megyei közgyűlés elnöke szerint a program jó lehetőséget kínált az önkormányzatok, az egyházak és a különböző civil szervezetek együttműködésére egy közös cél érdekében. Terveink között szerepel a program különböző elemeinek Szlovákiára, a Felvidékre történő kiterjesztése is, ott is megvannak a megfelelő partnereink, a magyar-szlovák együttműködési programban is lesz ilyenfajta pályázati forrás lehetőség, és hát végül, de nem utolsó sorban a terület és településfejlesztő operatív programban is lesznek turisztikai úgynevezett attrakciófejlesztések, amelyet ugyancsak a megyei önkormányzat szeretne pártfogásába venni, és az eddigi eredményekre támaszkodva tovább fejleszteni. Ugye ez a megye területére koncentrálódik, vagy korlátozódik a területi operatív programnak a végrehajtása, de ezt szervesen csatlakoztatnánk mind Szlovákia, mind Kárpátalja, mind pedig a Partium lehetőségeit. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a turizmus közvetett módon munkalehetőségeket is biztosít a kis településeken, hiszen a vendégek számára szolgáltatásokat kell nyújtani, és a helyi termékek értékesítése is könnyebbé válik.